Altír szélről, tehát az Altír nodokról, vagy észír, vagy Eszír, bárki, bárhogy is elcse, gyakorlatilag GPU, web 3 node rendszerről van szó, ami segít renderelni a játékoknak és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos web 3 dapoknak, amire borzasztó nagy szükség van, mindig is az volt, de ugye az egész világon chip hiány van, és gyakorlatilag itt, akinek hardware van, az nyeri a versenyt. Render killernek is hívják, hívják, aminek akarják, én mindenképpen fogok egyet venni belőle a public szélen, és azért csinálom ezt a videót, hogy te is tudd, hogy holnap ezt hogy kell csinálni, és emellett az összes nodról, hát nem az összesről, de majdnem az összes nodról, amiben ö, valamilyen formában részt veszek, arról híreket, érintőleges információkat, gondolatokat fogok ejteni ebben a videóban. Ö, kezdjünk is bele. És nézzük meg, hogy először is. Ez is nem pénzügyi tanácsadás, amit itt hallasz, nem befektetési tanácsadás, nem kereskedési tanácsadás. Én csak egy youtuber vagyok, mondom a magamét, és mindenki azt gondol, amit akar, és egyébként is mindenki saját maga felelős, saját maga által eszközölt bármi nemű költés, befektetés, trédelés eredménye miatt. Um, és ha már itt tartunk, akkor az első a Miria nod, A mírjáról tudjátok, hogy több nódom is van, és a, a, szerintem jó DCA azoknak, akiknek nincsen nodjuk, tehát egy cent alatt van jelen pillanatban az ár, hiszen korrigál a bitcoin. Ennek nem sokára véleményem szerint vége lesz ennek a korrekciónak, és akkor mindenki bánni fogja, aki nem használta fel ezt valamiféle beátlagolásra. A a zárt Discord csoportunkba folyamatosan ezeket a szignálokat egyébként, meg sok oncsén adatot kiteszünk. Most például itt láthatjátok, hogy a Miria-ra valaki egy friss valetbe 1 millió dollár értékben, közel 1 millió dollár értékben kapott Miria tokent. Gyakorlatilag semmi másról nincsen szó, mint hogy valaki valószínűleg valamelyik cexen beátlagol, de a lényeg az, hogy az információ a birtokunkban van, és hogyha vannak ilyen fizetős előfizetéseitek, mint például a Nansen, ez azt hiszem talán olyan olyan 130-150 dollár körül van havonta, akkor ti is mindig nem utólag, hanem előre vagy éppen online látjátok azt, ami segít esetleg abban, annak a megítélésében, hogy merre van az arra, hol állunk a piacon. Hogyha nincs, akkor meggyertek a Discordra, ott az Alpha Crypto Discord, ott a Profit Factor Discord, folyamatosan mennek ki az adatok, és Térjünk is át a következő nódra. A következő nód a Blackford nod, Itt azt hiszem három nap múlva lesz, ha jól tudom, a cex listázás. Egyszer már úgy volt, hogy listáznak, de aztán kettő helyett most négy szexre gondoltak, és ez szerintem egyébként csak egy kifogás volt. Én úgy gondolom, hogy valamennyire látták, hogy várható egy korrekció, túlságosan meredek volt az emelkedés, és szerintem nem akarták a tokent rádobni egy korrigáló piacra, nem akarták kinyírni a projektet, úgyhogy ez szerintem mindenképpen jó. Látjátok, hogy itt van nekem, itt tíz nodom van ezen, meg van másik irodá is a családba, és itt erről a 10 nodról, ezek ilyen pici nodok, összesen 1700 eurónyi token ment át a Metamaskra, Blackford saját hálózaton, saját explorerük van, és ezeket én realizálni fogom, amikor a cex kimegy a, és utána később fogom olcsóbban visszavenni, mert szerintem nagyon sokan akarják visszahozni most a NOD árát. Itt lehet, hogy a nodot érdemesebb venni, a videóban, a leírásban, a link gyűjteményemben megtaláljátok a Blackfortos linket, ha akartok venni nodot. Aztán a következő a gála, itt látszik, hogy nekem ez ilyen, hát ilyen 10 és 15 körüli a music tokent hoz. Én megmondom őszintén, hogy ezen van minden, még karácsonyi zenétől kezdve mindenféle hülyeség is. Én annyira nem foglalkozom vele. Ebből kettő van, két nodom van. Ez az egyiknek a... Ö, ö, nem, ez mind a kettőnek, azt hiszem, ez mind a két nódnak a teljesítménye. Ez van, akinek több száz Music Token naponta, ez attól függ, hogy milyen zenéid vannak, ezeket lehet menedzselni, folyamatosan cserélgetni, én inkább csak hallgatom a zenéket, de itt megtaláltok mindent, a csártokat, mindent, úgyhogy ha Music Node-ot akartok venni, ahhoz is van link itt a leírásban. Aztán a következő a gálának a filmnódja, a filmnóddal kapcsolatban nem sok újdonságot tudok, annyit tudok, hogy a Razer, ez egy nagyon komoly projekt, egy sorozat, ami nem sokára jön, ez egy skifi, és azt hiszem talán a nyáron már el is kezdik vetíteni, tehát nem sokára véleményem szerint itt is el fognak kezdeni termelni a ö, tokenek, aztán van a Common Ground, ami egy dokumentumfilm, van a Witchboard, ö, aztán a Ford Down, akkor az AI, vagyis AI és AICO, bocsánat, ez egy ilyen animációs cucc, és amiben nekem van még a nódon kívül token-termelő NFT-m, az a Ghost of Ruin, ami meg egy ilyen amerikai stílusú anime sorozat. Ezek mind-mind csőbe vannak, mind nem sokára jönnek. Gala Film Note szintén, ha szeretnél, akkor van link a leírásban. Aztán Limitless ezzel kapcsolatban az ingyenes telegram csoportunkba raktam ki egy linket, ahol a blockchain sports ekoszisztémának a magyar nyelvű csoportjához lehet csatlakozni. Nézzétek meg, érdemes megnézni ezeket a nem is dokumentumfilmeket, hanem ezek inkább ilyen beszélgetések, ilyen amák, amit itt a bent az imlimitless.io-s irodátokon belül mindig elértek, hogyha van, ha vásároltatok nodot, ha nem, akkor van link a leírásban aztán következő, Gelios vagy Gelios vagy Gelios node, ugye itt sokan mondták, hogy ez egy kamu, hát akkor itt van a Block explorer -e a kamunak, és akkor lehet látni a sok bridgelést, meg tranzakciót, és ez gyakorlatilag egy olyan rendszer, ami egy Web3-as node rendszer, aminek a segítségével a Bitcoin hálózatot összetudják kapcsolni az Ethereum applikációival, tehát ezekkel a EVM kompatibilis dapokkal. Ha itt szeretnétek venni, akkor nodot, akkor azt arbitrum hálózaton kell megtenni, erről készítettem, erről is videót nézzétek meg. Aztán van itt egy, ez az egyik kedvenc projektem, nagyon-nagyon szurkolok nekik, gyakorlatilag a Galaxis, aha, oké, okay, a homepage-re menjünk át, ott többet látunk, a Galaxis Engines, ezek, saját tokennel rendelkező nodok, míg az a Geliosnál ott Bitcoinban is, és a saját tokenben is kapunk revádot itt csak ebben a GLX-ben, viszont a launch kiken, tehát az NFT-ken kívül, amiket megveszünk, egyébként ezt nem kell még futtatni, csak jön a, a revád, ezeken kívül van egy NFT, amit Ethereum-ban, ha megveszel, vagy ha megnyersz, akkor tudod növelni a hozamát ezeknek a nódoknak, ezt is érdemes elolvasni, hogy miről szól, igazából a white t is érdemes megnézni, ugye ez még nagyon nem volt forgalomba egy-két héttel ezelőtt, azt hiszem, amikor a videót csináltam, akkor még egyáltalán a tokenomikáról nem lehetett semmit tudni, és aztán menjünk is rá most a legfontosabbra, hogy ugye most 19-e van, holnap 20-án UTC szerint 10 órakor, tehát azt hiszem, hogy magyar idő szerint 11-kor, ha minden igaz, kezdődik a publikus eladása az ITIR vagy ETIR nodoknak. Többféle nod lesz, checker nod, meg a, a másik, a, azt nem is tudom, azt hiszem, a, 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 hogy is hívják, ami meg, tehát ez az összekötős nod, tehát mindegyik másért felel. Itt nem ezen van jelen pillanatban hangsúly, majd a második negyed évben kell egyébként elindítani ezeket, vagy VPS-en, vagy otthoni gépen. A lényeg az, hogy hatalmas hype van körülötte, és ami nekem még egy nagyon pozitív dolog, hogy nem csak a YouTube berek hájpolják, meg nem csak a Twitteren hájpolják, hanem a befektetői kör is olyan, hogy érdemes odafigyelni erre a projektre, mert egyrészt institutional grade GPU-ik vannak, ami azt jelenti, hogy hogy komoly intézményi szintű szerver uh, hálózatuk van, és ehhez lehet csatlakozni a saját kis nódjainkkal, amit szintén arra fordítanak az ebből bejött összegeket, ami egyébként brutális, nagy pénz már most azt hiszem 20 millió dollár fölött értékesítettek a Lister széleken, hogy újabb uh, ilyen típusú uh, intézményi szintű uh, GPU-kat szerezzenek be. Uh, partnerségük van az Nvidia-val, uh, nézetek utána szerintem nagyon jó. Na most itt azt írja, hogy a, 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 és nem is biztos, hogy itt írja, igen, mert ezek a lépések, hogy hogy lehet megvenni, de gyakorlatilag azt hiszem, hogy a publikus ár az valahol 2000 dollár fölött lesz, az is lehet, hogy 3 4000 dollár lesz, nem tudjuk. Nem fogják ráborítani a tokeneket a piacra, mert automati, a, a jutalmak automatikus 6 hónapos vestingbe mennek folyamatosan úgyhogy, és utána is ráadásul nagyon jó ösztönzők vannak arra, hogy ne adják el az emberek a tokeneket, stékelés, delegálás, likviditás providing, tehát nagyon sok minden. Na tehát itt ajánlják egyébként, hogy bár a node vásárláshoz nem kell KYC, de hogy mindenki csinálja meg a KYC-t, mert a, a, token igényléshez meg fog kelleni. Ennek ellenére én nem találtam meg még a KYC oldalt, lehet, hogy az majd csak 20-a után lesz élő. Viszont itt a checker pont ra kell rámenni, ez nem reflinkes, tehát semmiféle ö előnyöm nincs abból, ha vásároltok itt nodot, viszont én is veszek ilyen nodot, és ezért gondoltam, hogy nektek is szólok. Gyakorlatilag Arbitrum hálózaton csomagolt Ethereumért lehet, ha valaki nem akar bridge-elni, Binance-en megveszi, Arbitrumon kiutalja. A lényeg az, hogyha egyszer megadtad a, a regisztrációnál itt az e, a checker.altir.com-on a wallet címedet, azt nem tudod megváltoztatni, és egy évig biztosan nem fogod tudni eladni az NFT-det, tehát egy ilyen soulbound NFT-t fogsz kapni, a, aztán a második lépés, ugye, hogyha nem etereum, vagy nem arbitrumon volt, akkor bridge el át az etereumot. A harmadik lépés, hogy kiválasztod azt a tírt, amelyik éppen elérhető, a legolcsóbbat, ugye ugyanaz a Node, csak nem tudjuk még, hogy pontosan melyik tír lesz az, ahol meg tudjuk venni, és a ezt ugye nyilván holnap a publikus szélnél fogjuk megtudni, és hogyha van egy promókódod, akkor azt be kell írni. Én találtam egy promókódot a neten, a Twitteren, majd beteszem ide a leírásba, akkor tudjátok azt is használni, ebből mondom nekem se előnyöm, se hátrányom, és van egy tutoriál videó is, hogy hogy kell megvenni, és gyakorlatilag ennyi, tehát holnap 20-án, március 20-án 2024 UTC szerint 10-kor kezdődik a publikus eladás, addig érdemes már megcsinálni ezt a hozzácsatlakoztatást, meg betenni az Ethereumot a pénztárcába. Remélem, hogy, hogy mindenkinek tiszta volt, hogyha valamelyik nodot esetleg nem érintettem, akkor nyugodtan írjátok meg a leírásba, gyertek a Discordra, most is tettem ki token infókat, folyamatosan, hogyha úgy látom, hogy valamit érdemes megvenni vagy eladni, mindig elmondom a véleményemet róla, kirakom a Discordra, és oncsén adatok mennek ki, csártelemző videók vannak, olyan csártelemző videókra gondoljátok, hogy meg lehet tanulni csártot bizonyos szintig a videókból, aztán utána természetesen, ha valaki akar, akkor személyes mentorálástok vállalni, de csak akkor, hogyha van hely. csak két emberrel foglalkozom, és most nincs hely. Esetleg várólistára lehet a telegramon jelentkezni, a kukac nagy cével Csaba Moróra, hogyha írtok nekem, akkor várólistára lehet kerülni. Jó, és még annyi, hogy nagyon ritkán készítek videókat, mert nincsen ilyen kényszerem, hogy videókat készítsek, akkor készítek videót, ha úgy érzem, hogy van értelme. Emiatt a YouTube nem nagyon szereti a csatornámat, úgyhogy iratkozz fel, nyomd meg a, a gombot, és légy kedves egy megosztással, egy lájkal, like egy kedves pozitív kommentel járulj hozzá a csatornának a terjesztéséhez, popularitásához. Ne feledd, a Profit Faktor benned is ott van, és nem sokára találkozunk a következő videóban.